A régi villányúti épületre nagy szeretettel emlékeznek vissza tanárok és diákok, régebben vagy kevésbé régen végzett hajdani gimnazisták egyaránt. Ebben minden visszaemlékezés megegyezett a József Attila Gimnázium alapításának 60. évfordulója alkalmából rendezett gála estem. Molnár Gyula polgármesternek az iskola működéséhez nyújtott segítségéért emlékoklevelet nyújtottak át, majd a régi diákok, ma elismert művészek szórakoztatták a csaknem 800 vendéget. Mint azt az igazgatónő elmondta, 60 év alatt talán ha 7-8 tabló nem készült el, a többit, 460-at mind összegyűjtötték. Ezt a 30-45 fős osztály létszámokkal felszorozva, mintegy 15 ezer diák végzett jóskásként az elmúlt több mint fél évszázad alatt. A József Attila Gimnázium országosan elismert jó hírű intézmény, jelenleg a nyelvoktatás kiemelkedő színvonalára a legbüszkébbek. Büszkék vagyunk arra, hogy van egy angol nyelvi előkészítő osztályunk, most már minden évben indul egy ilyen, tehát egy évig nyelvet tanulnak, angol tanulnak és informatikát, és akkor utána 4 évig egy normális, hagyományos gimnáziumi időt kell, hogy itt töltsenek, és azután jön az érettségi. Erre nagyon büszkék vagyunk, és hát büszkék vagyunk arra, hogy 11. osztályban majd az összes tantárgy közül választhatnak, hogy nagyobb óraszámba tanulnak. Ezt úgy hívjuk, hogy emelt érettségére való felkészülés. Hogyha egy diák legalább 2 tantárgyat választ, amiből emelt szinten szeretne majd érettségizni, és ez a 2 tantárgy természetesen az a 2 tantárgy lesz, ami egy egyetemi felvételin szükséges ahhoz, hogy bejusson. Erre gyakorlatilag minden tantárgyban lehetősége van most az iskolában a diákoknak. Tehát és akkor 11. és 12. évfolyamon tanulnak magasabb óraszámban bizonyos tantárgyakat. Volt 3 tornatanárunk, a Kolosferi bácsi, aztán a Cikmántori, ennyi. És hát aztán ott történt sok minden, de hát így meg nem mondom most hirtelen nyilván, mi van. Matek? Matek, hát csodálatos osztályfőnökünk volt, a Vindis tanárnő volt, a Vindis Ferencné, Edith néni, ő volt az osztályfőnökünk, csodálatos teremtés volt. Nem volt rossz, hogy az osztályfőnök a matek tanár? Egyáltalán. Őtől letanultuk meg a matekot. 56-ban végeztünk, többen diszidáltak, és többen odakint, külföldön, abból a matekból éltek, amit ő nála tanultak. Nagyon jó a közösség. A diák közösség, és hát nem tudom igazából a többi gimnázium milyen, de én szeretem a Jóskát, nagyon. Valamilyen annak idején csak ezt választottad. Miért választottad ezt? Mert jó hírű iskola, és hát nem is tudom. Csalódtál? Nem, nagyon szeretem, tényleg szeretem. Mi az, ami a jóskás szellemiséghez ma hozzátartozik 60 év után? Hát ez az. Amit én nem tudok, megfoghatatlan, ez az a valami, ami, nem tudom, azt hiszem, az a valami, ami most összehozta ezt a mai estét is, hogy valami miatt, függetlenül attól, hogy melyik épületbe járnak a diákok, függetlenül attól van valami olyan, ami összetartja őket. Az itt lévő gyerekek azt komolyan gondolják, hogy a tudás az érték, azt is komolyan gondolják, hogy tisztességgel, becsülettel kell végigcsinálni az iskolát is, meg azt remélem, hogy később az életet is. És ami nekem nagyon fontos, és amiről én azt gondolom, hogy nekik is fontos, egymás elfogadása, a másság elfogadása, és ami egyre inkább fontos az életben, mindig is az volt, azt gondolom, a szolidaritás. Lehet, hogy ez az a jóskás szellem, és hát meg kell érezni most, hogy igazából mi is történik, és hát ha meg lehet érezni, hogy mi a jóskás szellem.